figaro. És betesszük a bal kezünkbe. Összekapcsoljuk, akkor már is a pénzérme eltűnik. Amikor megfogom a bal kezemmel a jobb fülem, 1, 2, 3, és oplányuszi fül. Hogyha ezt a pénzt csak megfogom, és elcsettintem, akkor ezt is láthatatlanná lehet változtatni. A zsebemen keresztül is ki tud jönni a pénzérme. Ez még tiszta és követhető. 2 ezüst pénz, amit beteszek a bal kezembe. Oldalon csak pöszmösz, ráütök és hoplá, hiszen itt csoda fog történni. Az utolsó pénz az, ami a leggyorsabban fog átugrani. Na most figyelj, 1, 2, 3 pénz, és lássanak csodát. A magyarázatban nincs másra szükségünk, mint az, hogy elővegyünk egy pénzérmét. Csak lazán. Játék. Ez egy játék. Ezt a kezem már tudom is mozgatni. Ezt a mozdulatot kell nagyon begyakorolniuk, hogy nincs itt, hiszen a pénz még itt lehet. Nyugodtan játszanak a pénzekkel. Játszanak a pénzekkel. Hiszen itt csoda fog történni.